A német gazdaság az nagyon összefonódott most már a magyar gazdasággal. Tudjuk azt, hogy a magyar exportnak több mint negyede, a magyar importnak körülbelül negyede, és a magyar befektetéseknek körülbelül negyede az Németországgal kapcsolatos. A német gazdaságnak a sikere az Magyarország sikerét is jelenti ezen keresztül. Ezért fontos az számunkra, hogy olyan cégek, mint például a Deutsche Telekom körébe tartozó IT Systems Hungary nagyon dinamikus fejlődést mutatott az elmúlt pár évben, és ahogy hallottuk a vezérigazgatónak a szavait, a közeljövőben is további fejlesztéseken dolgoznak. Az, hogy Magyarországot találják meg ezekhez a beruházásokhoz, azért is fontos számunkra, mert a szolgáltató szektorban, ahol ők az egyik legnagyobb játékos Magyarországon, magasan képzett munkaerőt keresnek, diplomás munkaerőt keresnek, és az a hozzáadott érték, ami náluk keletkezik, az Magyarország gazdaságát erősíti. Az a tény, hogy a szolgáltatásaikat gyakorlatilag kizárólag külföldre adják, ez azt is jelenti, hogy ez egy magyar tudásexport, gyakorlatilag 100%-os hozzáadott értékű magyar tudásexportot jelent. Ez az, ami hosszú távon tudja Magyarországot segíteni, ez az, amivel még versenyképesebbekké tudunk válni, és ez az, ami által a világban a helyünket a szolgáltató szektorokban is meg tudjuk mutatni.